Szép jó reggelt! Eredetileg nem terveztem videózni, az előző videómat is így kezdtem, de tegnap valahogy a futópadon sétálgatva így ihletet nyertem, hogy szeretnék nektek két dologról mesélni, amiről amúgy nem is akartam, de valahogy tudjátok milyen vagyok, hogy így néha jön egy ilyen nagy őszinteség hullámom, amikor így tényleg a YouTube nekem ilyen terápia, és mostanában keveset videóztam sajnos, de tényleg úgy érzem, hogy ha itt kibeszélem magam a dolgot, akkor egy picit jobb lesz tőle. Szóval az egyik része, ami mostanában így baromira megkeserítette az életemet az elmúlt hetekben, sőt, hát az elmúlt hónapokban, gyakorlatilag 2023-ban, hogy teljesen tönkrement a bőröm. Most valószínűleg nem fogjátok annyira látni, mert ki vagyok sminkel, meg egyébként most a szebbik állapotában van, de nagyon durván az egész fejem, nyakam, hátam, vállam környéke volt, hogy a mellkasom is kipattogott, volt, hogy ilyen nagyon gyulladt, csúnya, volt, hogy csak ilyen kisebb, de nagyon sok és rohadt idegesítő, és hát mindenre gyanakodtam, szóval először elkezdtem nyilván magamat diagnosztizálgatni, meg kipróbálni mindent. Egyébként volt már egy évek óta tök jól működő arcápolási rutinom, tehát nem is értettem, hogy mi történhet. Próbáltam azon változtatni, próbáltam kifejezetten aknéra való dolgokat használni, alapos utánajárás után nem segítettek. Próbáltam több mint egy hónapig nem ittam semmilyen tejterméket, meg tejalapú dolgot, nem segített, sőt, utána elmentem már bőrgyógyászhoz is ajánlás alapján, na hát ott azt megbántam igazából, ott hagytam én rakott pénzt, plusz a krémekre, amiket felírt, de igazából annyira, mintha nem is érdekeltem volna, ránézett, azt mondta, hogy aha, elmondtam neki egyébként, hogy én már arra gyanakszok, hogy ez nem akne, meg nem is hormonális dolog, mert egyébként a ciklusom nagyjából minden rendben van, most voltam egyébként hormonális vérvételeken is, ott is fura minden rendben van, még ma is megyek egyre, de szerintem ott már más nem tud kiderülni. A pajzsmirigyem is fura rendben van, talán még sose volt ennyire rendben, és úgy szerintem ez nem hormonális, meg nem is rendesen akne, hanem ez egy ilyen bőrgomba, ami ugyanúgy tud hasonló tüneteket okozni, viszont az nem reagál semmire, ami az aknéra való, meg az ilyen tejelhagyásra, meg ilyenekre sem, mert ez egy tök más eredetű dolog, és mondtam neki, hogy én erre gyanakszom, mert hogy tavaly év végén, ugye amikor a vlogmas volt, és nagyon betegek lettünk, és sehogy sem tudtam kijönni belőle, akkor beszedtem hát másfél doboz antibiotikumot. Nagyon nem akartam, de még hagytam magamon sajnos rábeszélni, mert annyira kilátástalan volt, hogy meggyógyulunk így karácsony alatt, vagy valami. Úgyhogy beszedtem sajnos, és én arra gyanakszom, hogy az váltotta ki. És mondta, hogy aha, jó, oké, na mindegy, azért írunk fel két aknére való krémet. És így meg, hogy mossam a Nizorállal, ami egy ilyen korpásolásra való sampon, és egyébként azt tényleg segít a bőrgombán, de hogy egyébként én aknére való dolgokat ért fel, és igazából azt éreztem, hogy így fura nem érdekli, hogy mi van velem, úgyhogy sokat nem segített, azóta is magamnak próbálom kitalálni, hogy mi a helyzet. Van, hogy egy-két hétre sokkal szebb, és azt hiszem, hogy na végre akkor múlik, és aztán van, hogy megint így belobban, és megint csúnyább lesz, és hát emiatt így ez borzasztó hatással van az önbizalmamra, tehát nyilván aki ebben benne van, az tudja, hogy mennyire szarérzés úgy élni, hogy egyszerűen undorod a saját fejedtől, vagy hogy már mennyire szarul is hangzik ez, meg hogy nem szeretik így emberek közé menni, még kb. Andris előtt is szégyellem magam, pedig nyilván nem érdekli, meg tudja, hogy mindent megteszek érte, hogy helyre jöjjön, de hogy egyszerűen saját magammal is rosszul érzem magamat, hogyha annyira csúnya a bőröm. És most ezzel küzdök, úgyhogy egyébként ennek az a neve elméletileg, hogy mindjárt megmondom pontosan, nem akarok hülyeséget mondani. Malassezia folliculitis. Ennek a bőrgombának a neve, úgyhogy ha bárki tapasztalta már ezt, és van esetleg tanácsa, hogy mi segített, vagy ha tudtok olyan, nem tudom, YouTube videót, amiben hasznos tanácsokat kaptatok ezzel kapcsolatban, akkor azt nagyon nagy örömmel veszem, mert tényleg most már hónapok óta próbálok mindent elkövetni, és barom nehéz ebből kijönni. Tudom azt, hogy a gombának kell, hogy kevés cukrot együnk, kevés szénhidrátot együnk, kevés ilyen gyors felszívódó. Ezzel sincs az étrendemben probléma, szóval most már tényleg elég el vagyok keseredve.
Igen, szóval ez az egyik, amiről nem is akartam egyébként beszélni, mert tök szégyellem, meg tök ciki, de most úgy érzem, hogy kiadom magamból, hogy egy picit jobb lesz, és hát, hogyha találok valakit, aki szintén ebben a cipőben jár, és tud segíteni abban, hogy mi az a termék, vagy mi az a életmódbeli tanács, amit tényleg segített ebben, mert ugye jön a nyár, most már hordanék ilyen kis toppokat, nem tudom, és baromi idegesítő, meg amúgy is sportmártalóban szeretek edzeni a terem, és baromi idegesítő az, hogy közben a hátam úgy néz ki, mint hogyha nem tudom, egy 16 éves kamasz lennék. Szóval ez az egyik, amit akartam elmesélni, és ami megnehezítette mostanában a mindennapjaimat is, meg azt is, hogy szívesen üljek kamera elé. Na, de térjünk vissza a mai napra, ez egy mit teszem egy napra, ezt csak közben beszélni fogok ilyen dolgokra, amik aktuálisan történnek velem, mert úgy érzem, hogy szeretnék. Most hoztam magammal a kocsiban azt a szapkását, amit láttatok, hogy megcsináltam, hogy meg tudjam enni, aztán el tudjak menni edzeni, és utána megyek a laborba ennek a vérvételnek a második részére, de most már egyébként itt kevesebb dolgot néznek, és mivel az előzőben minden rendben volt, nem hiszem, hogy itt lenne bármi probléma, de most már úgy vagyok, hogy szeretnék mindent alaposan megnézetni, és akkor úgyis szeretek évente egyszer, vagy két évente egyszer minimum egy ilyen teljes átfogó labort csináltatni, hogy tudjam, hogy minden rendben van, úgyhogy ma is megyek ennek a második részére, ugye ez így ciklus szerint van, és utána pedig majd megyek haza, és ott folytatjuk az ebéddel, meg ilyesmi. Megleptem magamat egy cold brew-val, ha már kibírtam a vérvételt, olyan ügyes kislány voltam, és még edzeni is elmentem. Most már ez egyben a negyedik edzésem volt, azt hiszem szombaton pihentem, vasárnap voltunk a Margit-szigeten. Én futottam, Benni futóbiciklizett, Anni is pedig göreszkázott, ez volt a legkirály, annyira élveztem, mert egyrészt nagyon jó idős volt, másrészt meg az, hogy a családommal együtt sportolhatok, az a számomra nagyon szívet melengető érzés, úgyhogy az tök jó volt ez a futás. Utána hétfőn lábaztam a teremben, tegnap választam, meg még kicsit remeg a kezem, ne haragudjatok, meg emelkedőn sétáltam, most pedig törzserősítéseket csináltam, meg hátaztam. Nem sokat tudtam ebből felvenni, mert a hátazás egyszerűen nem tudom egyedül levideózni, de hogyha bármilyen fajta edzést örömmel látnátok itt YouTube-on, akkor írjátok meg, és akkor valamikor majd Annissal összeszervezünk egy közös edzést, de ez egyébként bonyolultabb dolog, mint gondolnám. Szóval ez volt most a negyedik, holnap még reggel elmegyek egy reformel pilates órára, ami még soha életemben nem jártam, úgyhogy most fogom kipróbálni, és aztán pénteken fogok pihenni, szombaton pedig jól nem megint elmenni futni a szigetre, de ezt még megmutatjuk. Viszont annyira lelkes vagyok mostanában az edzéssel, szerintem utoljára versenyző koromban voltam ennyire lelkes, de leszögezem, nem tervezek versenyezni, most már kijelentetem, hogy egyáltalán nem tervezek. Egyszerűen most már eljutottam arra pontra, hogy ha látok is ilyen versenyző sztorikat, ugye most is éppen tart a tavaszi szezon, már nem is irigylem azokat a lányokat. Gyönyörű szakasza volt az életemnek, de már nem érzem azt, hogy bármennyit is hozzáadna az életemhez, most inkább azt érzem, hogy elvenne, és akkor pedig nincs is értelme csinálni. Ettől függetlenül tudom nagyon-nagyon élvezni az edzést, és ez most baromi jó érzés, tehát mindig abba hagyom, és alig várom, hogy jöhessek következőnek, úgyhogy ez most nagyon jó. Szóval megvolt az is, megvolt a vérvétel is, magánhelyen voltam, azt nyilván sokkal egyszerűbb elintézni. Szóval valószínűleg még ma este meg is fog jönni az eredmény. Remélem, hogy csak nincs benne olyan hormon, aminek több nap kell, nem tudom pontosan, de remélem, hogy minden rendben lesz. És most rohanok haza. Főzök majd ebédet, azt majd mutatom. Ezen kívül pedig nyilván dolgozni fogok, úgyhogy semmi különös. Annyira feltöltem úgy ez a meleg, ez a jó idő, úgyhogy most ezért mennyire jó kedvem tényleg. Olyan, mint hogyha kibújtam volna így a barlangomból, és végre itt a nyár, vagy hát a jó idő. Mióta megütötték a szemet, olyan bazira csípi a szemet a hagyma, mert ugye már nem hord a kontaktlencsét, ami pedig megvédett úgymond a hagymától, és mivel nagyon régóta kontaktlencsés voltam, abszolút nem voltam hozzászokva, hogy a hagyma csíp. Azóta viszont baromira csíp, úgyhogy folyik az összes könnyem.
De imádom a hagymás ételeket, úgyhogy megéri sírni érte egy kicsit. Szóval az ebédem az fajitas lesz, amihez megpirítottam ugye a csirkét kaliforniai paprikával, lilahagymával, meg mindenféle csirkefűszerrel. Én ezt így meg szoktam tölteni a tortillát vele, de egyébként nyilván csomóféle evési módja van. Erre most tejfel helyett cutty cheese fogok tenni, hogy picit csökkentsem a zsírtartalmát, mert a zsírt azt jobban szeretem inkább magyaróvajból, görög joghurtból, avokádóból, sajtokból, meg ilyesmiből bevinni. Úgyhogy tejfölgyanán fogom használni cutty cheese-t. Méghozzá úgy, hogy ezt egy kis vízzel krémesre turmixoltam, úgyhogy tényleg önállag lehet, mint a tejfölnek. Aztán teszek rá avokádót, amit én sóval, borssal és fokhagymával szoktam. Jó sok fokhagymával szoktam ízesíteni. És végül ereszelt sajt. És akkor ezt itt behajtom, és még picit megpirítom egy serpenyőben, úgyhogy a sajt megolvadjon, és így összeragadjon a két tortilla, és akkor itt szoktam megenni. De mielőtt megeszem, elmesélem a másik dolgot, amit nem akartam először elmesélni, de aztán gondoltam, hogy mégis, mert gondoltam, lehetnétek ti a számonkérő partnereim, úgymond. Szóval elkezdtem diétázni és újra maglókat számolni. Nincs egy ilyen nagy konkrét cél a szemem előtt, bár van vele célom, amit most még nem szeretnék így elmondani, de ez igazából egy ilyen kezdetelésből tartó diéta lesz, mert 4-5 éve nem számoltam már, meg nem diétáztam. És egyrészt, most egyébként tök jól érzem magamat a bőrömben, és sosem csináltam még olyat, hogy úgy diétázzak, hogy egyébként a kiindulási alappal is meg vagyok elégedve, és kíváncsi vagyok, hogy így mit tudnék magamból kihozni. Másrészt pedig eltelt már annyi idő, hogy szerintem már nem fogok belecsavarodni a számolgatásba, és hogyha elértem a célomat, akkor utána vissza fogok tudni állni az intuitív étkezésre nagyobb problémák nélkül, nyilván egy ilyen reverse diéta után. És már most annyira belejöttem ebbe az intuitív étkezésbe, hogy meg annyira abban vagyok, hogy igazából bármit és mindent megeszek, amit szeretnék, de közben már azért elég régóta tudom tartani a súlyomat. Igazából fogalmam sem volt, hogy milyen makrókkal, vagy milyen kalóriával. Most így, hogy elkezdtem számolni, visszagondolva szerintem tudhattam 3000 kalóriányi mennyiséget, mert most viszonylag nehezen férek bele abban, amit kitűztem magamnak, pedig azt hittem, hogy én alapvetően mostanában nem ettem sokat. Úgyhogy érdekes. De egyébként igazából tényleg nem ettem sokat, csak sokszor csipegetek, tudjátok, így elmegyek a szekrény előtt, és akkor belenyúlok abba, belenyúlok ebbe, beleszek Benink ajájába, Andris ajájába, meg ilyesmi. Szóval érdekes volt ezt megtapasztalni, de lényeg a lényeg, hogy most olyan sokáig voltam ebben az állapotban, tényleg megetek bármit és mindent, hogy most már nem ad olyan baromi nagy jelvezetet az evés, mint évekkel ezelőtt, és most már simán lenne kedvem ahhoz, hogy picit jobban odafigyeljek, és számoljak, és kevesebbet tegyek, mondjuk. Úgyhogy gondoltam, hogy belevágok, mert miért ne, de igazából nem vagyok magammal halálszigorú, nincsenek nagyon alacsonyan a makróim, és ami nagyon fontos, hogy nem szeretném magamat semmilyen ilyen szociális eseményből kivonni emiatt, szóval fogunk utazni sokat a nyáron, és akkor biztos érni fogok, ami jól esik, nyilván bizonyos keretek között, de hogy akkor nem fogok halálszigorúan számolni. Hétvégén sem számolok, de nagyon sok olyan kaján van, amit minden nap eszek körülbelül, és akkor azokat a mennyiségeket úgy már fejben tudom tartani, de mivel ugye hétvégén nyilván együtt eszik a család, ezért olyankor nem akarok minden egyes étkezést kiszámolni, meg olyankor, ha beülünk valahol és iszok valamit, akkor azt nem feltétlenül szeretném számolni, úgyhogy ez egy ilyen engedmény magam felé, hogy hétvégén is tartom magamat valamihez, de közben nem számolok, és lesznek mondjuk olyan, hogy elmegyünk szülőnapot ünnepelni, évfordulót ünnepelni, ilyesmi, akkor gond nélkül be fogok ülni, és megeszek majd valamit, lehet, hogy akkor a nap első felében mondjuk jobban odafigyelek azért, hogy úgymond kompenzáljak az estéért, de akkor nem fogom ezt halálszigorúan venni, mert nem az a célom vele most, ahogy mondtam, nem szeretnék versenyezni. Szóval szeretnék egy ilyen élvezhető, ha lehet így mondani, diétát kielekteni magamnak, és egy ilyen, hát nagyon max 4-5 kilótól megszabadulni, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már 2-3-mal is elégedett leszek, hogyha egyébként a látványjal elégedett leszek, szóval nem igazán a mérleg az, ami számít, csak így fejben azt tűztem ki magam elé, hogy az tök jó lenne.
Egyébként most másfél hete, hogy elkezdtem, és hát körülbelül egy kiló már lement, de ugye az elején ez gyorsabban történik, szóval biztos nem fogok ilyen tempomba haladni nyilván, meg ugye az is sokat számít, hogy a futás miatt sok edzés kimaradt, most viszont elég sokat edzek is, úgyhogy egyszerre jött ez a kettő. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudok vele kihozni, szeretném magamat jól érezni a nyáron, de igazából semmi nagyon komoly cél nincs vele. És ahogy láthatjátok, továbbra is nagyon jókat eszek, úgyhogy annyi különbség, hogy számolok, és egyébként a zsírbevitelem az, aminek legtöbbet vissza kell vennem, mert nagyon szeretem a zsírforrásokat sajnos, úgyhogy azt veszem észre, hogy azt a legnehezebb tartani. Az a szénhidrát mennyiséggel, amennyit megadtam magamnak, az egyébként halál jól el vagyok, sőt, a fehérjem meg a zsír, amiből én szeretek többet tenni, az a tapasztalatom. Szóval továbbra is jókat eszem, csak most ezeket számolom, mennyi a különbség, de ahogy láthatjátok, ez az ebéd is elég királyul néz ki, úgyhogy a szenvedésnél még nem tartok, meg nem is annyira szeretnék, tényleg szeretnék csak addig diétezni, ameddig nem érzem azt, hogy ez nagyon megkeseríteni az életemet, vagy a körülöttem élők életét, úgyhogy igen, ez volt a másik, amit szerettem volna beszámolni. Most megyek vissza dolgozni és megenni az ebédemet, mert nem sokára indulok a bölcsibe. Az uzsonnám az egy koffeinmentes kávé és a világ legfinomabb nasi.